Megkezdődött intézményi tesztelések, kevés pozitív eset. Befejeződtek az idei útépítések, összesen 93 millió forintos forrásból. Adventre készül János Somorja, fényekkel és jótékony akciókkal. Ezek a JTV hírei, köszöntöm Önöket! Az iskolákban, óvodákban és a bölcsődében is végrehajtották az első államilag kezdeményezett koronavírus tesztelést. A három intézmény dolgozói szinte teljes létszámban részt vettek a vizsgálaton, de az elvégzett tesztek közül csak egy pozitív eredmény akadt. A Városházán is teszteltek az ügyfélfogadás folyamatossága érdekében, itt is jó eredményekkel. Jó napot kívánok! Most a tanárok izgulhattak a teszteredményekért a tantermekben. Szerdán ért János Somorjára az államilag elrendelt intézményi tesztelés, amit a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal bonyolított önkéntes diákok segítségével. Mindkét iskolában és a zeneiskolában teljes védőfelszerelésben gyors teszttel végezték a vizsgálatot, de ez így folytatódott a Szentpéteri és Szent Jánosi óvodában is. A Puszta Somorjai óvodában nem, ott zárva tartanak megbetegedések miatt. A Kékbagoly bölcsödébe pénteken érkeztek a kormányhivatal munkatársai. Itt mind a 10 kollégát tesztelték. Egyetlen pozitív teszteredmény sem született. De a két iskola 36 megvizsgált dolgozója közül egy pozitív esetet szűrtek ki. Az óvodákban egyetlen pozitív sem akadt. Az önkéntes részvétel mindenhol nagy arányú volt. A védőruha alatt egy ismerős önkéntest is felfedezhettek a bölcsödei dolgozók. A mentőtisztnek tanuló János Somorjai, Zvonicek Roxana önként jelentkezett a feladatra, és nagyon megörült, mikor a napi vezénylésében lakóhelyét olvashatta. Hál' Istennek kaptunk egy YouTube videót, és mielőtt elindultunk különböző helyszínekre, oktatásban is részesültünk személyesen. És milyen, hogy itt a János Somorjára jöttél? Hát nagyon örültem, mikor megláttam a János Somorjai címet, hogy helyiként én is közreműködhetek ebben az egész programban. A tesztelési akció folytatódik. Az óvodákban várhatóan minden szerdán tesztelnek majd, az iskolában és a bölcsiben még egyeztetnek a vizsgálatok üteméről. Kedden a Városháza is leteszteltette dolgozóit és a kormányablak munkatársait is, hogy biztosítsa a felelős, folyamatos ügyfélfogadást és a munkavégzést. Csupán ketten produkáltak pozitív tesztet, mindketten tünetmentesen. Lőrinc György polgármester, aki szintén negatív teszt után folytathatja a munkát, köszönetet mondott minden János Somorjai intézményi dolgozónak a magas önkéntes részvételi arányért. A város kulturális intézményei ugyanakkor zárva tartanak, így az ottani dolgozókat nem tesztelték le. Az iskolákban kettől már újra normál iskolai oktatás zajlott. Előtte két hétig a két felső évfolyam digitális oktatásra állt át, annyi volt ugyanis a hiányzó pedagógus. Mára a helyzet normalizálódott, a 12 hiányzó zöme már újra a katedra mögé állt. Lényeg az, hogy ez a 12 hiány, ez hatalmas, ezt nem tudtuk áthidalni, de mai nap elmondhatom, hogy 3 pedagógus hiányzik az intézményből, és ők is a reményeink szerint a hét második felében már visszaérkeznek, tehát így teljes lesz a létszám, tehát mindenképpen jó volt az a két hetes lélegzetvételnyi idő, és most újra tudunk teljes létszámban dolgozni, aztán meglátjuk, hogy az országos, tehát a központ milyen intézkedést hoz. Lényeg az, hogy mi készen állunk arra, hogy tovább folytassuk a normál oktatást. Bár nem számít további szigorításra, az iskolavezetés hangsúlyozta, felkészültek a teljes digitális oktatásra is. Elkészültek a Szabadságtér utcái, ezzel befejeződtek az idei útépítések János Somorján, amire ebben az évben is magas, közel 93 millió forintos keretet tudott fordítani az önkormányzat saját forrásból. A Szabadságtér 3 eddig Murvás utcájában múlt héten fejeződött be az útépítés, összesen 460 méter hosszan, sűlyeztett szegéllyel, vízelvezetéssel, nem egészen 33 millió forintból. A műszaki átadás pedig a héten zajlott le sikerrel. A polgármester és a városüzemeltető vezetője helyszíni bejáráson is ellenőrizte a megfelelő minőséget. A lakókkal közös ünnepélyes útátadás a járványügyi veszélyhelyzet enyhülésével remélhetőleg tavasszal várható. A koronavírus helyzet miatt az idei útépítési munkák késedelmet szenvedtek, a költségvetési biztonságot szem előtt tartva. Ám nyáron már látszottak a stabil városi bevételek, így megindította a munkákat az önkormányzat. Elsőként az Iparos utca újult meg.
Idén már nem csak burkolatjavítások, hanem útépítések is szerepeltek a sorban. Ilyen volt a Kovács utca, a Liget köz és a Szabadság tér is. A városvezetés már tervezi a következő év útfelújításait, remélve, hogy az ideihez hasonló költségvetési forrást fordíthatnak a célra. A koronavírus helyzet ellenére is bízik ugyanis a városvezetés abban, hogy elkerüli a gazdasági visszaesés János Somorját és az itt működő cégeket. Én azt remélem, hogy az ebben az évben a koncepcióban megfogalmazott terveket 21-ben tovább tudjuk folytatni. A költségvetés tervezése már elindult, annak ellenére, hogy elég sok a bizonytalanság, néhány dolgot azért már tudunk. Én azt remélem, hogy sokkal rosszabb kondícióink jövőre sem lesznek, mint amik voltak ebben az évben, és akkor tudjuk folytatni abban az ütemben, amit korábban elterveztük, az utak és a járdák felújítását is. Csendesebb, mégis szép ünnepi várakozás elé néz a város. A járványveszély miatt elmaradnak az adventi és ünnepi rendezvények. A városi fények és díszek azonban igyekeznek szebbé tenni a lakók karácsonyi készülődését. Vasárnap este a fények felragyogásával a város adventi koszorúján is gyertyalánk gyulladt, szimbolikusan elkezdve a külön megélt, mégis közösségi várakozást, egy visszafogottabb János Somorjai adventet. A gyertyát a hármas halom mellett Lőrinc György polgármester gyújtotta meg. A fények mindegyik településrész főterét ékesítik, és mindenhová a lakók által felajánlott karácsonyfa kerül, amiért külön köszönetet mondott az önkormányzat. A központban egy mesébe illő hintó is várja a fényképezkedőket. Idén világítást kap a Klavszki tagiskola, a Szent István park és a Hengermalom tornya is. Az adventi rendezvények közül csak a tavaly is sikert aratott ablaknyitogató kezdődik el december 1-én, de a tavalyi vendéglátás nélkül csak a feldíszített ablakokat kereshetjük fel 24 napon át. Több jótékony akció is indult János Somorján az advent beköszöntével. Bár a rendezvények elmaradnak, a segítőket, adományozókat már várják a különböző szervezetek, hiszen a koronavírus miatti veszélyhelyzetben megemelkedhet azok száma, akiknek jól jön a segítség. János Somorja város önkormányzata idén is megrendezi a hagyományos ünnepek előtti tartós élelmiszercsomagosztást, amit a Szociális Bizottság és a Családsegítő koordinál. A csomagok kiosztásában a két helyi karitatív szervezet, a Lions és a Katolikus Karitász is felajánlotta a segítségét, de külön akciókat is szerveznek. A János Somorja Karitász tartós élelmiszereket gyűjt rászoruló családok és az idősek klubja számára. A felajánlásokat az idősek klubjában fogadják advent végéig. A János Somorjai Lions csoport is segít, folytatják ruhaadományozó akciójukat, de most nem bőrzét tartanak, mint korábban, hanem a rászorulókhoz juttatnak el meleg téli ruházatot. 30 gyermeknek és családjuknak pedig ajándékcsomagokat készítenek, és további 5 család a Mosonmagyaróvári anyaszervezet csomagjában részesül az ünnepek előtt. December 5-én délután hintóval járja végig a városi Mikulás János Somorja utcáit. A veszélyhelyzet miatt idén a gyerekek csak az ablakból integethetnek neki. Hogy melyik városrészen, pontosan mikor is várható, arról a JTV képújságjában és a város közösségi oldalán is tájékozódhatnak. Ezek voltak a legfontosabb hírek a héten. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!